Sziasztok, kedves Game TV nézők! Az Electronic Arts Battlefront 2-je kicsit döcögősen indult a mikrotranszakciós balhéval, de úgy néz ki, hogy ügyesen korrigálják a dolgot, mert már szállingóznak az infok az újabb tartalmakról. Szeptembertől már benne lesz a játékban az Improved Squad System, amivel a csapatjátékot szeretnék még inkább fokozni, mert valamelyik csapattagunk mellett születhetünk majd újra. Lesznek új Kronosz tagok is, na de ezeknél szerintem mindenki jobban várja Grievous tábornokot októberben. Novemberben újabb hőssel gazdagodhatunk, majd érkezik Obi-Wan Kenobi, de lesznek majd új helyszínek és járművek is. Télen pedig Anakin Skywalkernek és Dooku Groffnak örülhetünk. Lassabb megérkezik a Fallout 76, és a Microsoft is készül a megjelenésre, mégpedig egy különleges hófehér Xbox One X-el, ami mellé természetesen az új Falloutot is hozzácsomagolják. A 165 000 forint környékén november közepétől beszerezhető Xbox One X Robot White Special Edition Fallout 76 bundle mellett egy teljesen fehér Xbox Elite Wireless Controller White Special Edition is megjelenik, ez már október közepén kicsit eltúlzott, több mint 40 000 forintos áron. A Microsoft kapcsán még meg kell említeni, hogy van egy jótékonysági elverésük is, egy egyedi, egy példányos Shadow of the Tomb Raider-ös Xbox One X kapcsán. A befolyt összeggel a menhelyeken elaltatott állatok megmentéséért küzdő szervezetet fogják támogatni. A harmadik Far Cry 5 DLC érkezésével, amiről egyébként az előző adásunkban számoltunk be, további újdonságok is érkeztek az alapjátékhoz. Ilyen a New Game Plus lehetőség, amit az első végigjátszás után elindítva minden megszerzett cuccunkkal eshetünk neki újra a játéknak, ráadásul még a képességeinket is továbbfejleszthetjük. A New Game Plus mellett egy extra durva nehézségi szint is elérhetővé vált, az Infamous fokozaton minden ellenfél sokkal keményebb lesz, így a kihívás a tetőfokára hág majd. A Max Payne-es finn Remedy Entertainment jelenleg az ígéretesnek tűnő Controlon dolgozik, de már létrehoztak a stúdión belül egy Vanguard nevű csoportot, akik új ötleteket fognak tesztelni és kipróbálni. A csapatba keresnek még Unreal Engine 4 és CryEngine-ben jártas kollégákat, és fontos, hogy az online témakörök területén is jártasak legyenek. Tehát úgy néz ki, hogy szeretnének egy saját, nagy online többjátékos fejőstelnet a domboldalba. Lehetséges, hogy a Microsoft is akart saját VR szemüveget? Az interneten megjelent cikkek szerint a Redmondi cég egyelőre félretette a projektet, ugyanis a kijelzőjük minősége nem tudott versenyre kelni az Oculus-szal vagy a Vive-val, és azt is szerették volna, hogyha vezeték nélküli megoldást tudnak lefejleszteni, ami nem jött össze. Kicsit pihentetik a dolgot, valószínűleg úgy is kipuffad majd a VR lufi, addig meg ott van a saját fejlesztésű, kiterjesztett valóságos HoloLens-ük. Megijedt az Electronic Arts, és az októberi daráló helyett inkább egy hónappal később, november 20-án küldi ki a csatatérre a Battlefield 5. részét. Októberben csupán az Assassin's Creed Odyssey-t, a Forza Horizon 4-et, a Call of Duty Black Ops 4-et és a Red Dead Redemption 2-t kellett volna lenyomnia, novemberben közvetlenül csak a Fallout 76-tal kell csatáznia, de lesz még Hitman 2, Overkill the Walking Dead és Darksiders 3 is. Persze azzal magyarázták a dolgot, hogy inkább még csiszolgatják a végeredményt, hogy tökéletes legyen, és nem hangoztatták, hogy az előrendelések a béka segge alatt tanyáznak. A fosos Scum még csak most kapott korai hozzáférést, de már is tarol a Krótim alkotása. A Twitchen a harmadik legnézettebb cím volt, de már azt is közölte a fejlesztő, hogy egy nap leforgása alatt eladtak belőle 250 000 példányt, ami bizony egy nagyon jó kezdés. A baromságra és a túlélősdire úgy néz ki, hogy állandóan van igény. Végezetül pedig kap egy önállóan futtatható kiegészítőt az Unknown World Entertainment alkotása, a Subnautica. A Below Zero alcímű tengeri felfedezősdi egy teljesen új helyszínen fog játszódni, ami a jégvilágba kalózolja el az alámerülőket. Köszönöm szépen figyelmeteket, holnap ismét találkozunk, sziasztok!